Sziasztok! Kovács Anita vagyok, a Duna Művész Együttes táncosa. A fonás technikákat bemutató sorozatunk harmadik részében az úgynevezett lyukosan vagy kakasosan font haj elkészítését fogom nektek bemutatni. A technika nem bonyolult, tehát akár saját magunk is elkészíthetjük. A fonat elkészítéséhez fésűre és hajgumira lesz szükségünk. Első lépésként fésüljük ki a hajunkat egy hajkefével. Ezután a hüvelykujjainkat a fülünkhöz helyezzük, és kicsit felfele tolva közelítjük egymáshoz. A kapott részt leválasztjuk a többi hajtól, és újra fésüljük. A hajat akár stílfésű segítségével is leválaszthatjuk. Ezután lesimítjuk a hajat, és három egyenlő részre osztjuk. Elkezdjük a fonást. Ügyelünk arra, hogy ne hullámosodjon fel a haj a fejtetőnkön. Igyekezzünk szorosan fonni, hogy a fonásunk ne csúszson szét. Mindig a külső részt helyezzük középre. Jobbról középre, balról középre, és így tovább. Ha eljutottunk nagyjából a tarkon fonaláig, a lennmaradt hajat kell hozzávennünk az elindított fonatunkhoz. Tehát három egyenlő részre osztjuk ezt a részt is, s egyet a jobb, egyet a bal, egyet pedig a középső részhez kapcsolunk, és így folytatjuk tovább a fonásunkat. Ha segítség, mielőtt az alulmaradt részt hozzávennéd a fonathoz, gumizd el a hajad, így két kézzel könnyebben három részre tudod osztani a lenti részt, majd vedd ki a hajgumit, és úgy kapcsold hozzá az egyes részekhez. Indíthatunk két vonatból is, középen elválasztva. Ez a hajviselet akár a hétköznapi megjelenésünket is feldobhatja. Fonatunkat díszíthetjük csatokkal, hajtűkkel, szalagokkal. Ez egy általánosan elterjedt hajviselet kisebb gyerekeknél, lányoknál. Használták például Szilágyságon, Székelyföldön és Szatmárban is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, vigyázzatok magatokra! Sziasztok!